Szép estét kívánok! Március 28-a van, hétfő. A Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látják. Tartsanak velünk! A Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanuló képgrafikusok legifjabb generációja ezúttal nem a fővárosban, hanem a Vértes agórájában mutatkozhatott be. A bemutatott anyag nagy erénye, közös jellemzője a technikai sokszínűség, amely a mesterek és műhelyvezetők nyitott szellemiségének köszönhetően a grafika tanszék működését általában véve jellemzi. A 47 kiállított műről Kammerlór Kovács László, a Kortárs Galéria vezetője beszélt, aki korábban az egyetem hallgatója volt. A Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika tanszékének képgrafika szakirányának a kiállítása lesz. Ugye a grafika tanszék két része bontható, a tervező grafikára és a sokszorosító grafikára. Hogyan jött ez az együttműködés köztetek? Hát ez egy nagyon régi történet, ott kezdődik, hogy 20 éve én is a képgrafika tanszéken végeztem, de már 2 évvel ezelőtt megszerveztük ezt a kiállítást, csak akkor a Covid közbeszólt, tehát gyakorlatilag 2 éve halasztódik. Volt egy pótidőpont, amit a második lezárás is szintén elvitt, úgyhogy ez most 2 éves csúszással sikerült bepótolni. Milyen képeket láthatunk, hogyha össze is lehet egyáltalán valamennyire foglalni, vagy per ilyen szóval hogyan tudnád őket illetni, illetve hány képet láthatunk és meddig? 47 munkát láthatunk, 46 embertől Szúcsikró József, a tanszékvezető, 2 kisméretű képpel képviselteti magát. Ugye itt megjelenik gyakorlatilag az összes grafikai technika, az egyedi rajztól a sokszorosított grafikának mindenféle technikája, a mély nyomás, síknyomás, magas nyomás, bejönnek az új digitális technikák, és most már ez is elfogadott a grafikában. Ugye régebben azért ez egy alapvetően konzervatív ága a képzőművészetnek, és van fotó is, úgyhogy gyakorlatilag mindenféle dolgot látunk. Meddig láthatjuk mindezeket? Április 29-ig látható a kiállítás, és utána pedig ugye itt nagyon sok fekete-fehér munka, utána pedig egy színes dolog következik, a Magyar Festők Társaságának a Városképek című kiállítása május 6-án. Említetted az imént, hogy te is ott végeztél, és nem tudom, hogy mi az, amit akkor ott kaptál, és amit a mai napig a munkádban tudsz hasznosítani. Hát nagyon sok minden, ugye ez egy viszonylag kis tanszék, kevés emberrel, vagy legalábbis amikor én oda jártam, akkor, tehát ez ilyen nagyon családias közeg, és én rengeteget kaptam a mestereimtől és magától az intézménytől is, úgyhogy nekem ez egy nagyon fontos dolog, és most örülök, hogy végre itt lehet a tanszék. Mennyiben változtak a munkák? Ugye említetted az imént, hogy most már egy a digitális alkotásokat is elfogadják, de hogy mennyire változott talán a fiatalok világképe? Szerintem sokat. Tehát, hogy én nagyon más anyagot látok, mint ahogy mondjuk mi láttuk a világot. Ugye az a 20 év azért az alatt rengeteg minden megváltozott, de a másik oldalról pedig azért nyilván ott megmarad az, hogy aki ilyen szakmát választ magának, annak az önkifejezés az nagyon fontos, tehát hogy és az ember az mindig átjön a képeken, tehát hogy valahol ugyanaz, valahol pedig azért a változás tetten érhető a műveken. Az egyetem idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját, amely kiváló alkalom arra, hogy az egyes tanszékek mind múltjukkal, mind jelenükkel számot vessenek. Ezen az egyetemen kezdtek el az országban először intézményes keretek között grafikai technikákat alkotni. Az elmúlt 116 évben a kreatív erők sokszínű kibontakozása jellemezte a saját történetét 1906-tól számító grafika tanszék. A múlt és a jelen alkotói munkásságairól Bojtos Anikó, az egyetem művészettörténésze számolt be. A Képzőművészeti Egyetem könyvtár, levéltár és művészeti gyűjteményben dolgozom 8 éve. Ez alatt a 8 év alatt is azt hiszem, hogy nagyon jelentős változások történtek, és ez a hallgatóknak a szemléletmódjában is abszolút tetten érhető. Vegyük csak mondjuk egy példát. Most már a legtöbben mondjuk az Instagramról tájékozódnak, onnan szereznek inspirációs forrásokat jellemzően, és
A könyvtárban mondjuk abszolút feladat és küldetés is a számunkra, hogy azt megmutassuk nekik, hogy a nyomtatott szakirodalomban és az internetes világ megbízhatóbb információs bugyraiban is érdemes tájékozódni és inspirációt látni, illetve keresni. Mennyire fogékonyak arra, most ez sajnos nagyon rosszul hangzik, hogy mennyire fogékonyak arra, hogy könyvtárba járjanak? Abszolút fogékonyak. Én azt tapasztalom a kollégáimmal együtt egyébként, hogy tulajdonképpen nem is nagyon kell nekik magyarázni, hogy miért fontos könyvtárba járni. Ehhez nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy aki művészi hivatást választ magának, vagy valamilyen alkotó tevékenységben jobban elmélyül, azok az emberek ugye anyagokkal dolgoznak, tehát szeretik a papírnak a tapintását, szeretik a könyvszagot akár, és egyébként a mi könyvtárunknak van egy nagyon különleges milliója is, hiszen az eredeti 19. századi bútorzat is megmaradt, úgyhogy aki hozzánk belép, az biztos, hogy egy másfajta világba csöppen bele, és azt hiszem, hogy ez a hallgatókra is hatással van. Az elmúlt időszak változásairól nem is nagyon kell egyébként messzire menni, és hogyha körbe is nézünk, talán inkább a pandémiát vélem felfedezni, nem tudom, már maguk a színek miatt is, a formák miatt is nagyban rányomta, gondolom, a bélyegét itt a művekre. Abszolút, hát ha belegondol az ember, hogy tulajdonképpen ugye idén 150 éves a képző, 1906 óta folyamatosan oktatnak grafikai technikákat, egyébként az országban ez volt az első intézmény, ahol grafikai technikákat kezdtek el oktatni, és ez alatt a 150 év alatt tulajdonképpen utoljára csak az első világháború alatt fordult olyan elő, hogy másfél éven keresztül nem, vagy csak nagyon korlátozottan lehetett látogatni a műhelyeket utoljára. És ez volt ugye a közelmúlt pandémiás helyzete volt egy hasonlóan nehéz szituáció, hiszen nagyon szigorú korlátozások mellett tudtak csak egyáltalán nyomtatni, műhelybe, műterembe járni a hallgatók, tehát el voltak vágva tulajdonképpen attól a közegtől, ami nekik az inspirációs forrást, az elsődleges inspirációs forrást jelenti, és mondhatom, hogy valóban egy igazi nagy buli volt és ünnepség, amikor végre először beköltözhettek újra a műtermekbe. Ezt is érdemes tudni, hogy a képzős hallgatók nem úgy látogatják az egyetemet, mint általában az egyetemisták, hogy mondjuk 8-tól fél 4-ig vannak előadások, vagy 4-ig, és akkor utána vége, hanem ők a fél év elején beköltöznek, a fél év végén kiköltöznek a műtermekből. Úgyhogy ez érthető is, azt hiszem mindezek fényében, hogy a pandémia az azon aspektusokon kívül, amit mindannyian megtapasztalhattunk, őket még ilyen szempontból is nagyon nehezen és rosszul érintettem. De azért, ha a falakon lévő műveket megnézzük, fel lehet fedezni a humort is, a játékosságot is, és azt a hihetetlen erőt, amit önmagában az alkotás jelenthet, vagy a műelvezet, akkor, hogyha az ember számára a világ egy veszélyes helyé válik. Mennyire népszerű egyébként a szak? Már ugye itt beszéltünk arról is, hogy digitális világ. Ez mennyire befolyásolta egyébként a jelentkezőket? Akár esetleg még többen jelentkeznek, vagy pont éppen ugye most már egyre több, aki már otthon sajátítja el ezeket, és most nem azt mondom, hogy influencer vagy vlogger, de hasonlóban gondolkodik mondjuk. Én azt gondolom, hogy egyrészt a jelentkezők szám azért mindig elég nagy, tehát több rostán esik keresztül valaki, mire bekerülhet a képzőre. Éppen ezért mondjuk az sem ritka, hogy valaki mondjuk negyedik, ötödik próbálkozásra kerül be. És azért azt is hozzátenném, hogy ez igaz, való igaz, hogy a digitális technikák is
egyre elfogadottabbá, népszerűbbeké válnak, viszont mindezek mellett az egy igen különleges dolog, hogy a képzőn olyan technikákkal is megismerkedhetnek, amik tradicionálisak, és még újra felbukkanak a kortárs művészetben. Gondolok itt mondjuk a kézműves fototechnikai eljárásokra, amik abszolút kuriozitást jelentenek, viszont a kortárs fotográfiában nagyon is jellemzőek, és hogy nem mondjam, divatossá váltak, hiszen azért attól függetlenül, hogy a képek világában élünk, és most már egyre inkább csak képekben kommunikálunk, szerintem tapasztalható egy visszafordulás a tradicionális, kézműves, hagyományos technikák felé, és egyre többen becsülik meg talán azt, hogy ezeken a képeken, szóval, hogy olyasmiket látunk, amikben úgy el kell mélyedni. Tehát nem elég csak úgy oda pillantani, és már fel is fogtam, és megyek tovább, hanem a készítésük is időt igényel, de a befogadásuk is időt igényel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látták március 28-án hétfőn. Holnap is várjuk Önöket, addig is szép estét kívánok, viszontlátásra!